A stratégia a 2000-et követő években a magyar makrogazdaság növekedési szárnyalásával, és ennek következtében a közlekedési és szállítási igények jelentős bővülésével számol. Különösen a személygépkocsi forgalom növekedési ütemét várja magas szintűnek, de prognózisa szerint a vasúti, a belvízi és a kombinált teherforgalom is nagyon gyorsan nőhet. Gyerekek, ez már a végkezdete. Előreláthatóan a közúti szállítás jegyzi majd a leggyorsabb fejlődést a szállított személyek számában és árutonnában kifejezve, az ország mérete, valamint növekvő gépkocsi szám és a közúti fuvarozást preferáló rövidtávú teherforgalom dominanciája miatt. Tonna-kilométer mutatóban viszont valamennyi ág valószínűleg gyors növekedést regisztrálhat az export-import és tranzitforgalom igen magas aránya miatt az összes teherforgalmon belül. A jelenlegi motorizáció szintje 228 személygépkocsi per 1000 lakos, szemben a 412 személygépkocsi per 1000 lakos EU-s átlaggal. Egy másik mutatóval jellemezve Magyarországon 23,4 személygépkocsi jut 1 négyzetkilométerre, az EU átlag 54,3. Mindez azt jelenti, hogy Magyarország a következő években a motorizáció további növekedésének néz elébe. Az autópályahálózat átlagos sűrűsége az EU-ban négyszeresére a magyar értékeknek. Magyarországnak tehát olyan szintre kell autópályahálózatát fejlesztenie, ami megfelel a növekvő gazdasági és társadalmi igények. Üdvözlöm Önöket! Gyula Iván vagyok. Önök a zsigerbeszédet hallották, most valami más következik. Lábnyomunk a bolygón. A társadalom a természetet fogyaeszközként kezeli jólétének kielégítéséhez, és nem érzékeli, hogy ez a végtelennek tekintett gazdagság véges. Arra, hogy bolygónk egyes területei kimeríthetők, számos példa van a történelemben, hiszen bizonyos kultúrák azért pusztultak el, mert tönkretették saját természetes környezetüket. A helyi kultúrák hanyatlása és számos természeti jelenség is arra figyelmeztet bennünket, hogy a Föld egyes élőhelyei és a bolygó egésze is egy úgynevezett eltartó képességgel rendelkezik. Az eltartó képességgel akkor találkozunk, amikor gyorsabban merítjük ki a természet erőforrásait, mint ahogyan az meg tud újulni. Például egy tehén körülbelül a legelő minőségétől egy hektáros területen tartható el húzamosan. Ez azt jelenti, hogy az élete során képes ebből megélni. Ellenben akár 10-100 tehenet is kiterelhetünk egy hektáros legelőre, de nyilvánvaló, hogy az idő függvénye az élettartamuk. Lehet, hogy kihajthatunk oda 9-10 tehenet, de ilyen kis tehenek kinek kell lennének? A globális gazdaság is teljesen hasonlatos a tehénre, amely erőforrásokat legel és mindenféle hulladékot bocsát ki. A globális gazdaság a Föld egészét legeli és szennyezi hulladékaival. Ahogy a tehénnek, a gazdaság fenntarthatóságának is van területi, erőforrásbeli korlátja. Egyre világosabbá válik az emberiség számára, hogy a Föld környezeti rendszerei nem képesek fenntartani a gazdasági tevékenységek és az anyagi fogyasztás jelenlegi szintjét, arról nem beszélve, hogy ez az igény állandóan nő. Nő, mert növekszik a Föld népessége, és mert nőnek egyéni vágyaink, igényeink. Nőnek azoknak az országoknak is a vágyai, amelyek eddig fejletlenek voltak. A kínai is autót szeretne. Miért ne? És ott áll ugrásra kész a világ autógyártója a hatalmas piac reményébe. Mi lesz, ha több mint 1 milliárdos népessége Kínának olyan arányba jut autóhoz, mint ahhoz ma Európában tesszük? Ki és miért állítaná meg az emberek és az autógyártók vágyait? A nagy baj az, hogy az eltartó képesség adta határokra, csak az figyelmeztet bennünket, ha már a baj bekövetkezik. Ám két kanadai tudós, Rész és Weckernagel, olyan mérőeszköz dolgozott ki, amely megmutatja, hogy milyen mértékben használjuk környezetünk erőforrásait. Ezt nevezzük ökológiai lábnyomnak.
Egy szemléletes példával élve, képzeljük el, hogy lakóhelyünk fizikai határain belül elzárjuk magunkat a külvilágtól. A külvilágtól nem kapnánk energiát, táplálékot, vizet, csupán azokból a gazdasági társadalmi tevékenységből kellene megélni, amelyet ott létrehoztunk. Világos, hogy néhány nap alatt elpusztulnánk. Ahhoz, hogy ez ne következzen be, ott tartósan élni tudjunk, tágítani kellene a határokat, egészen addig, amíg az adott környezet képes bennünket eltartani azon a szinten, amin élünk. Ez a terület lényegesen nagyobb, mint az a terület, amelyen fizikailag élünk, és pontosan akkora, amelyből életünk fenntartásához szükséges nyersanyagokat, energiákat kinyerjük, illetve hulladékainkat kibocsátjuk. Az ökológiai lábnyom, tehát egy adott ember, népesség, nemzet, vagy akár az Föld összes lakójának együttes terhe a bioszférán. Ha összeszámoljuk egy ország lakosainak az energiafogyasztását, és ezt kifejezzük területbe, ezt nyilván úgy vagyunk képesek megtenni, hogy az energiafogyasztás, fosszilis energiafogyasztás által kibocsátott széndioxid elnyeléséhez szükséges területet számoljuk be, megnézzük, hogy mekkora lakóterületet foglal el, az élelmiszerünk előállításhoz mekkora területre van szükség, illetve mekkora területről nyerjük ki a fát, és ezeket a területeket összegezzük, akkor megkapjuk egy ország ökológiai lábnyomát, és nyilván, hogyha ezt elosztjuk az ország adott népességével, akkor megtudjuk azt, hogy egyetlen egy embernek területben kifejezve mekkora ökológiai terhe van ezen a bolygón. Mire jó ez a bizonyos ökológiai láblenyomat koncepció? Nézzük például Hollandiát. Egy átlagos holland ember egy picivel több, mint fél hektár termőföldet használ fel az élelmezéséhez, fél hektár körüli erdőt a fakitermeléshez, 2 hektárnyi területet a fosszilis tüzelőanyagokból származó széndioxid semlegesítéséhez, és egy icipici kis területet beépített területként lakóhelynek. Ez összesen 3,32 hektár lábnyom fejenként. Hollandiában 15 millió ember él, és hogyha ezt beszorozzuk a lábnyommal, akkor kiderül, hogy 15 milliónyi ember 498 ezer négyzetkilométer területet használ fel. Hogyha ezt a térképen szemléltetni akarom, akkor ez a kis petyezet a valós Hollandia, ahol a holland emberek élnek, de ha a tényleges ökológiai lábnyomát vetítjük ki, akkor ez egy 19-szer akkora terület, mint Hollandiának a valós területe. Ez azt jelenti, hogy a holland emberek 19-szer nagyobb területet vesznek igénybe ezen a bolygón, mint amekkora területen élnek voltak éppen. Ez a példa ijesztő. És bizony arra volt jó, hogy elriassza a politikusokat, hogy ilyen mérőszámokat mutogassanak választóiknak. Két tudósunk is látta, hogy nem fog nagy karriert befutni az általuk kifejlesztett mutató, hanem szelídítenek rajta. Ezért azt találták ki, hogy a világ erőforrásait minden nemzet között egyenlő arányban szétosztották, mert hogy senki sem tehet arról, hogy milyen gazdag vagy szegény földrajzi környezetbe született. Ez már jelentősen átrajzolta az egyes országok lábnyomát. A holland lábnyom például az egyenletesen eloszlott ökológiai kapacitások esetében 2,5-szer haladja meg csak Hollandia területét. Ugyan sejthetjük, hogy ökológiai lábnyomunk folyamatosan növekszik, ám vessünk egy pillantást ennek a mértékére. A fejlett országok ökológiai lábnyomának és a rendelkezésre álló területnek az arányát látjuk. Még a múlt század elején ténylegesen a fejlett országban élő emberek csak 1 hektáros lábnyommal rendelkeztek, ezzel szemben 5,6 hektár termékeny terület állt rendelkezésükre. 50-ben megduplázódott a lábnyomuk, és majdnem felére csökkent a rendelkezésre álló hely, és akkor, amikor ezt a lábnyom koncepciót létrehozta két tudósunk, akkor már 3-5 hektár körüli lábnyommal rendelkezett egy fejlett országbéli ember, és ezzel szemben már csak 1,5 hektár termékeny föld állt a rendelkezésükre. A változás dimenziója szédítő. Gyorsuló mértékben éljük fel környezetünk erőforrásait, mit sem törődve az eltartó képességgel. A számok azt mutatják, hogy a gazdaság globális legelője kimerülőben van, az a jövő generációk számára nem nyújthatja majd ugyanazokat a feltételeket, amelyeket mi élvezhettünk, talán utoljára.
Ahogy a nő terhelésünk a bolygón, úgy csökken annak eltartó képessége. Sajnos erre is közvetlen bizonyítékok vannak. A világ vadvédelmi alap élő bolygó indexe jó néhány erdőkben, tengerekben és édesvizekben élő fajt választott ki, és azoknak vizsgálta a populációk, a népességének a változását 1970 és napjaink között. Azt látjuk, hogy mind az erdőben, mind a tengerekben, mind az édesvizekben élő élőlényeknek a száma rohamosan csökken, hogyha ezeket összeadnánk, akkor azt láthatnánk, hogy körülbelül olyan 30%-os arányba. És itt a tábla tetején pedig azt látjuk, hogy 1960 óta hogyan nőtt a Föld összes népességének az ökológiai lábnyoma. És bizony itt egy 90%-os növekedéssel számolhatunk. Tehát amíg rohamos módon nőtt és egyre nő az általunk igénybe vett terület, addig sajnos azt kell látni, hogy azok az élőlények, amelyekre mi támaszkodunk, az ő létszámuk egyre inkább zsugorodik. A fentiekről a politikusok, fejlődésünk szószólói alig, ha vesznek tudomást. Sőt, újra és újra többet, jobbat ígérnek nekünk. Utol kell érni Európát, Amerikát. Hát ha mindenki a világon akkora lábon akarna élni, mint egy átlag amerikai, akkor még legalább 3 földre lenne szükségünk ahhoz, hogy ezt ki tudjuk elégíteni. Félek, hogy ilyen bolygók a közelbe nehezen találhatók. Önök nyilván arra is kíváncsiak, hogy a világon mi együtt emberek mekkora lábnyommal rendelkezünk, és az hogyan viszonyul bolygónk ökológiai kapacitásához. Miután mindkét lábnyom számítás ugyanarra az eredményre jutott, azt mondhatom, hogy körülbelül 30%-kal élünk nagyobb lábon, mint amekkora bolygón kapacitása, amelyel bennünket tartamosan képes lenne eltartani. Hogy ezt szemléltessem, ez azt jelenti, mintha én körülbelül 43-as lábamra egy 30-es cipőt próbálnék felhúzni. Hű, de kényelmetlen. Azért nem kellene kényelmetlen cipőt viseljenek. Számos olyan fölösleges dolog van a környezetünkben, amelyet csak azért állítottak elő, hogy valaki megvegye. Bőven csökkenthetjük lábnyomunkat, ha tudatosan elkerüljük ezek megszerzését. És nem csak a cipőnk lesz kényelmesebb, de pénztárcánk is vastagabb. Jó lábnyomozást! Viszontlátásra!